Már 4.420.767-en kapták meg az első oltást a koronavírus ellen. Gulyás Gergely szerint a pünkösd utáni héten lesz meg az 5 millió beoltott, és hogy ezután mi következik, arról jövő héten tárgyal a kormány. Bárhogyan alakulnak az oltások, mi úgy számoljuk, hogy addigra meg lesz az 5 millió oltás, de bárhogy is alakulnak az oltások, 27-én éjféltől, tehát 28-án 0 órától a lakodalmak megtartására, május 28-ától a lakodalmak megtartására is van lehetőség. A kormány szóvivő pedig hozzátette, júniustól megtarthatók a nyári táborok is. Lázmérés után már mehettek is be a 16 és 18 év közötti fiatalok az oltópontra. Az ő oltásuk most kezdődött. Mostanáig 96 ezer fiatal regisztrált, ugyanakkor Liszievicz Julianna biztos abban, hogy hamarosan sokkal többen fognak. Azoknak, akik legrégebben regisztráltak, ám még nem kaptak oltást, mostantól érdemes figyelni a telefonjukat. 144 ezeren kapnak közülük SMS-t arról, hogy Pfizer oltásra is foglalhatnak időpontot a péntek és kett közötti napokra. Stúdiónk vendége Varjú László, a DK alelnöke, a Költségvetési Bizottság elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Beszélünk mindjárt a költségvetésről is, de kapcsolódik hozzá az a nyitási folyamat, amibe beleléptünk. Elégedettek azzal, hogy Magyarország újra kinyit? Hát a nyitási folyamat szerintem mehetett volna gyorsabban is, hogyha a kormány felkészültebben érkezik meg erre az idei évre. Szerintem korábban tévedéseket léptek meg, nem készültek fel, ebből kifolyólag maradt az a stratégia, és hál' Istennek a tudomány munkájának eredményeként megérkezett a védőoltás, és a védőoltások felhasználása az segít nekünk. Ezt kell csinálni, mindenkit arra kell biztatnunk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Előre tekintve, ha azt nézzük, hogy mit lehet kezdeni ezzel a gazdasági nehézséggel, ami valamennyiünk mögött van, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Ön mit gondol, elég az a fajta kormányzati beavatkozás, amit eddig láttunk a gazdaság élénkítése vonatkozásában? Hát ugye, hogyha a kormányzati beavatkozást nézzük, akkor van néhány olyan elem, ami meghatározza a lehetőségeinket. Az egyik az a túlköltekezés volt, szerintem, ami a múlt év végén bekövetkezett. Miután a kormány látta, hogy lényegében jóval magasabb hiányt is lehet produkálni Európában, mert a többi ország is ezt teszi, bár ők hozzáteszem, ők az emberekre költöttek, a munkahelyek megőrzésére költöttek pénzt. Csak decemberben 1200 milliárd forintot költött el a kormány úgy, hogy az én értelmezésemben, de mondhatnám úgy, hogy az ellenzék közös értelmezésében nem sok teteje volt ennek a dolognak. Külön törvényjavaslatot nyújtottunk be, hogy miket állítsanak le a vadászati világkiállítástól kezdve a Belgrád vasútvonalon át. 21 projektre tettünk javaslatot, hogy ne csinálják most ebben az időszakban. De ezzel együtt, vagy ennek ellenére ez történik, emiatt nagyon magas lett a hiány, és ez a jövőnket meghatározza, a kormány csak költekezik. Azt a hiányt, amit most magasnak vél az európai összehasonlításban, azért ez nem annyira magas, de akkor ön szerint ez azért van, mert nyilván máshol is gazdasági nehézségekkel küzdenek. Ha előre tekintünk a helyreállítási alapból Magyarország rendelkezésére álló, vagy amit szeretnénk megkapni összeget, arra való terv, az napok óta porondon van, hogy ez jó lesz, nem lesz jó, ismerik, nem ismerik. Folyamatosan azt hallottuk, hogy az ellenzék még mindig nem ismeri ezt a helyreállítási tervet, amit Magyarország szeretne igényelni. 2500 milliárd forintról van szó, azóta sincs információjuk róla? Ugye az a helyzet, hogy a múlt évben éppen, hogy az európai közösség, az Európai Unió egy óriási lépést tett a közös együttműködés, a közös szolidaritás útján, hogy úgy mondjam, mert hogy annak érdekében, hogy az embereket mentsék és a családoknak lehetőséget biztosítsanak, emiatt lett magas a hiány, mint ahogy az előbb említettem, és ennek ellensúlyozására az Európai Unió közös forrásokat biztosít. Hitelt vett fel erre a történetre, és ez biztosítja köztük Magyarországnak is. Ezt szerette volna megvétózni egyébként Orbán Viktor, hogy ez neki nem kell, vagy nem tetszik, mindegy ebből a szempontból. De Magyarországnak is jár ebből 50 milliárd euró a következő 7 évre. Ez összességében véve több mint 18 ezer milliárd forintról beszélünk, aminek egy része az a helyreállítási alap, amiről most szó esik. És az, hogy ezt hogyan használja fel Magyarország, ez szerintem teljesen méltatlan a kormány részéről, hogy titkolózik,
sem az önkormányzatokkal, sem társadalmi csoportokkal, sem a parlamentben érdemi vitát erről nem folytatott, és ezt a tervet eldugdossa, miközben a miniszterelnök jár egyébként Brüsszelbe tárgyalni róla. Azt lehet tudni egyelőre, hogy 34%-át a 2500 milliárd forintnak egészségügyi fejlesztése, 25%-át környezetbarát közlekedése, 20%-át oktatási rendszerek átfogó fejlesztésére költene, és nem venné fel azt a hitelt, azt a kölcsönt, ami visszatérítendő hitelformájú. Egyetértenek ezzel? Ugye nehéz követni azt, amit a kormány csinál, hiszen a múlt év novemberében az orvosoknak megígérte, az egészségügyi szektornak megígérte egy igen komoly béremelést. Ezt a béremelés olyan 300 milliárd forint körül van. Ezt az orvosoknak mondhatnám úgy, hogy megígérte, és erre megállapodás jött létre. Na most ehhez képest ebből a pénzből, amit most felvenni vagy nem felvenni akarunk éppen, ebből akarja kifizetni a kormány. Akkor semmilyen fedezetre gondolkodott a múlt évben a kormány, úgyhogy ezt most így teszi éppen. Szóval ezt az összevisszaságot, amit ők csinálnak, erről egy korrekt beszámolóra lenne szükség. Ezt egyébként most itt az idei évi költségvetési tervezés mellett ezt megtehetnék, de valamiért ezt nem teszik. Úgy látom, hogy ismét csak arra törekednek, hogy olyan beruházások irányába tolják el ennek a forrásnak a felhasználását, amivel betonba akarják önteni. Elhozta a 2022-es évi költségvetés, viszonylag keveset láttunk, egy ilyen vaskos könyv nyugodtan kézbe lehet fogni. Ezt jelenti, mikor kapták meg, és mikor lesz ennek a tárgyalása, mennyire, mit gondol, hova lehet ebből jutni, és mi az, ami ön számára leginkább fontos információ? Ugye itt igazából május 4-én a miniszter úr, Varga miniszter úr benyújtotta ezt a költségvetést. Itt több mint 25 ezer milliárd forint költésről, illetve inkább úgy mondom bevételről, és több mint 28 ezer milliárd forint költésről beszélünk. Ami a lényeg ebből, hogy újra 3100 milliárd forint fölött van a hiány, ami 7% fölötti, és én úgy látom, ez egy olyan választási költségvetés, ami igazából ilyen utánam a vízezem. Bármi történik, itt hadd szóljon, most menjen kifelé. Mi az, amit módosítana, vagy ami ellen tiltakozik, vagy amit azt megnézve, és azt mondta, hogy oké, értem, de amit semmiféleképpen nem szeretnék, hogy átmenjen ebből. Én azt gondolom, hogy az, amit beterjesztettek, az olyan módon történik, hogy 2020-at nem ismerjük, 2021 módosítása még folyamatban van, és 2022-ről beszélünk. Én egyetlen egy dolgot nem tennék a kormány helyében, hogy nyár előtt ilyen homokra épített adatokból igyekezzen költségvetést csinálni. Évekkel visszamenően ez lett az új gyakorlat, hogy viszonylag hamar elkészül a következő év költségvetése. De miért teszi ezt meg? Azért, mert igazából a parlament döntési hozatalából ki akarja vonni, sőt kivonja onnét, mert mondhatnám azt, hogy lehetne egy oldalas is az a papír, amire föl van írva, hogy ennyi bevételünk és ennyi kiadásunk lesz, mert utána év közben a kormány bármit bárhova átcsoportosíthat, ő dönt róla, ahelyett, hogy egyébként a megállapodásnak megfelelően, most például mondok egyet, amit én szívesen csinálnék, és amely Dobrev Klára szívügyei között is szerepel, hogy gyakorlatilag az olyan közmű minimumot vezessen be, ami a legrászorultabb embereknek biztosít megélhetést víz, gáz, villany vonatkozásában. Ez nincs benne ebben a költségvetésben. Mennyire közös programnak része ez a fajta szívügy, ez a szívügy, amit épp most említett, és mit lát előre, hogy hogyan lesz az előválasztásban? Hogyan tud majd különbséget tenni a választópolgára jelöltek között, amikor valójában egy program irányába, egy programra tesznek közös voksot le az ellenzéki pártok? Igen, mi erre törekszünk, ez kétségtelenül így van. Mi azt szeretnénk, hogy az a program készítés, ami zajlik, az a miniszterelnök jelöltek közös programja lenne, de természetesen kinek-kinek az egyéniségéhez, a személyiségéhez és a véleményéhez kapcsolódóan lesznek olyan különbségek, amivel azt gondolom, hogy a választópolgárok különbséget tudnak tenni. De miért? Hogyha a program ugyanaz, akkor csak a személyiség fog dönteni? Szerintem egy olyan, az, amire készülünk, hogy most május végén ez a program bemutatásra kerül, az ellenzék
közös program bemutatásra kerül, akkor, hogyha abban lesznek például, ahogy mondtam, Dobrev Klárának szívügyei, mint ahogy ezek között szerepel a nyugdíjaknak, nem csak az inflációhoz, hanem a bérekhez való igazítása, a svájci indexálás bevezetése. Többi ellenzéki párt ezt nem támogatja? És bízom benne, hogy ez olyanokat tudunk mondani, amivel a többiek is tudnak majd támogatni. Én ezért szeretném azt, hogyha ebben egyetértésre jutnánk. Mit gondol, változtatni fog az erőviszonyokon az, hogyha Karácsony Gergely végre eddig a ködből előtérve, és azt fogja mondani, hogy igen, indulok ezen az előválasztáson, és miniszterelnök jelölt leszek? Az ellenzéki pártok elkötelezettek abban, hogy legyen egy jó verseny, és legyen egy igazi jó miniszterelnök jelöltje, és 106 választókerületi jelöltje az ellenzéknek, mert az emberek hangulata, az emberek véleménye már az, hogy le kell váltani a Fidesz kormányt. De ön szerint lesz lényeges változás a támogatottságban attól, hogyha minden jelölt színre lép? Én azt hiszem, az embereknek az az elvárása, hogy legyenek jelöltek, és legyen egy kiválasztott jelölt, nem tudunk más tenni, mint hogy egyébként ezt az első fordulót így lebonyolítjuk, lesz egy kiváló miniszterelnök jelöltünk, én persze bízom benne, hogy Dobrev Klára lesz az, és a szívügyek érvényesülnek, de a fontos az, hogy az ellenzék közös programjával ezt a Fidesz le kell váltani. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm szépen.